Ez a darab, ez egy lényegében maga a mű, a Lady Windermere legyezője, az mondhatjuk, hogy egy dráma. Viszont mi úgy csinálunk belőle vígjátékot, hogy megcsináljuk az egész próba folyamatot, úgymond a nézőknek ez úgy fog tűnni, mintha egy összpróbát látnának. Szóval, hogy megállunk, elfelejtjük a szöveget, amit Csányi Sándor a rendezés már elmondott a sajtótájékoztatón, hogy néha összeveszünk, néha összeomlunk, hogy ez nem megy, az nem megy, és ő segít nekünk ebbe. Természetesen ez mind már ki van találva, szóval, hogy ez egy fix előadás, szóval mi tudjuk, hogy mik lesznek benne, de nézők számára úgy fog tűnni, mintha egy próba folyamatban, vagy hogyha benézhetnének a kulisszák mögé, ami szerintem nagyon izgalmas, és pont ebben rejlik a humora az előadásnak, ami nagyon remélem, hogy működni fog. Hát én nagyon nagy boldogsággal fogadtam ezt a, mondom, ki sem merem mondani, hogy főszerepet, mert ha kimondom, akkor nem tudom, túl nagy súlyúvá válik. Igazából azt érzem, hogy csapatban dolgozunk, és hogy nem érzem azt, hogy ez most egy főszerep, mert a partnereimmel együtt játszunk a társulat, és ez nagyon jó, hogy ez már így kialakult itt a Táliában. A fő partnereim az Sáj Judit, Bán Bálint, aki sajnos most így a bemutatóra sajnos nem tud részt venni, mert bárányhimlős lett, ami egy elképesztő dolog, és karanténban van, szóval, hogy nem vehet részt a premiéren, és ezért Csányi Sándor, aki szintén a rendezőt is játssza a darabban, plusz még ezt a szerepet, és úgyhogy van benne egy ilyen csavar, amit megpróbálunk áthidalni. De hát ilyen izgalmas főpróba hét még nem volt, és Sáj Judit, akivel egy nagyon fontos kapcsolatom van ebben az előadásban, és nagyon nagyon-nagyon jó vele játszani, nagyon erős, nagyon nagy hatású színész, nő, ember, és igazából elég, ha csak figyelek rá, és hagyom, hogy vigyen magával, mert annyira impulzív, hogy hát, hogy imádom. És szintén Csányi Sándor, aki átvette ugye a férjem szerepét, szintén vele is. Először furcsa volt, mert ugye hát most a rendező hirtelen, most akkor úgy nézünk egymásra most, hogy rendező vagy a férjem, vagy most mi legyen. Úgyhogy izgalmas, vele is nagyon jó. Visszautasítottam, muta voltam. Akkor most én ajánlom föl neki az enyémet. Elmegyek hozzá. Ó, bocs, nagyon hát, hogy gyere, szóld mellé. Figyelj, Eszter, egyet vagy kérdezek már, tudsz, van ilyen, mint hogy üljünk, vagy elmik, én szerintem sokkal férfiasabb, hogyha így megállok, érted? Tehát ez az ülés, ez egy kisfiús, érted? Az, annak van egy normális, nem tudod, egy picit kérdezik. Egy normális férfi, az meg tud állni, érted? Nem tudok, hogy te mehetsz, és úgy tudod. Érted, hogy legyen egy, meg van egy ereje, érted? Ez így tényleg férfiasabb, nem? Nekem ez tetszik. Ki jön, hogy ilyen tök jó, széles a vállam. Köszi. Na, mehetünk. Artur nem is értett engem soha. Majd megért, hogyha ezt elolvassa. Most már azt csinál az életével, amit akar. És én is azt csinálok, amit a legjobbnak gondolok, és jogosnak. Ő szakította el, ami összetett nekem. Én elszakítom, ami nekem. Az idei évad második darabjában, ebben a Premier ajándék címűben Mr. Dumbit játszom, színészként a második bemutatom a Csodakorban után. Ez egy nagyon érdekes összvér darab, de ez is volt a célja a Csányi Sanyinak, aki rendezőként debütál, és én nagyon örülök, hogy benne voltam ebben az alkotói folyamatban, amely maga fog most színpadra kerülni, hiszen azért Premier ajándék a címe, mert az az alkotói folyamat kerül most a kedves közönség elé, hogy mi az ő vezetésével hogyan próbáltuk be, és jutunk el a premierig Oscar Wilde Lady Windermere legyezője című darabjának apropóján. Tehát itt, ahogy mögöttünk a díszlet feláll, ahogy bejön a világítás, a jellemez, a szövegtudás, amely nekünk a mindennapjaink része, hiszen így születnek általában 6 hét alatt a darabok, akár rendezőként, akár színészként veszek benne részt, de a közönség ebből csak apró szeleteket, részleteket láthat, például egy színházak éjszakája kulisszajárásán, vagy nyílt próbáján. Szóval itt az a vállalás, hogy szeretnénk megmutatni,
a próbáló társulat magánéletét, az instrukcióérzékenységet, a köztük lévő feszültségeket, ki mivel tudja gazdagítani a szerepét, mi inspirálja a rendezőt oda-vissza, vagy a színészt a rendezőtől. Tehát mi megmutatjuk azokat a dolgokat is, ahogy ez a születési folyamat, tehát maga a készülés zajlik. Édes jó Istenem, hogy pusztítja a férfit a házasság? Ugyanolyan deprimáló, mint a cigaretta, csak sokkal többe kerül. Augustus? Nem, én sem játszhatom. Megígértem Mrs. Erlinnek, hogy nem kártyázom és nem iszom többet. Augustus, nehogy itt a jó erkölcsi útjára lép nekem. Megváltozol, ember nem fog elviselni. Ez a legrosszabb a nőkben, hogy azt akarják, rendes legyél. De ha már rendes vagy, amikor megismernek, sose szeretnek benni. Vigyázz, hogy nem, tehát most így nézel, de nem gondolsz semmire. Nem, mert szarul csinálja. Nem csinálja szarul, mert jó fogja majd csinálni. De nem ez a lényeg, hogy nézd. Az egyik, hogy folyamatosan gondolkodsz, érted? Tehát muszáj, amióta találkoztunk, egyfolytában megtámad téged. Folyamatosan támad. Neked egy angárd állapotba kell lenni, nézni, hogy mit tudod, hogy azonnal tudjál válaszolni, érted? Ez a csávonak jár az agya folyamatosan, érted? Megy előre, mint az úthenger, csak hát szegénynek az első kerek a szögletes. Megnézzük azt? Oké. Okay. Ez nagyon jó egyébként. Köszönöm, rólad jutott eszembe. Köszönöm. Igen. Pont az a nehéz, hogy úgy játsszuk természetesen azt, ami olyan, mintha esetleges lenne, vagy lekésnénk jelenetről, vagy én folyamatosan azzal foglalkozom, hogy hol izzadtam át a ruhámat, hogy a lehelletem az illatos. Közben meg én az a szereplő vagyok, akinek egy jelenete van ebben a darabban. Ám de gyönyörű, szép ruhája. Szóval, hogy eléggé speciális, és ezt a speciális kint is vagyok, bent is vagyok, ott irányítja ugye a Sanyi, aki a rendezője is a darabnak, és egyébként a darabban ő a partnerünk is egyben, és egyengeti szépen az előadást. Szóval, hogy mindenképpen egy izgalmas sodrás, és szerintem tök jól lehet vele menni. Nagyon fontos a ruha. Amilyen ruhákat most itt hordunk, az abszolút gyönyörű, szépkorhű, fodros, romantikus hangulatú ruhák. Megmondom őszintén, hogy én már nem vagyok ez a hamupipőke, kisabb leány korszakban éppen, de abszolút tudok azonosulni vele, és Velich Rita csinálta a jelmezeket, és nagyon szépen harmonizál szerintem a díszlettel, amit Bakosi Levente, és amint ezeket magunkra öltjük, természetesen az, hogy kintről jövök, és esett a hó, és szétázott a hajam, és minden. Tehát, hogy nagyon fontos emberek ügyködnek itt körülöttünk, hogy úgy jöjjek ki utána, mint egy ilyen habos, habcsókos minyon, vagy sejemcukorka. Úgyhogy mindenképpen, ha bármi rossz van, vagy nem jó hangulat, tényleg ezeket a ruhákat, hogyha magunkra öltjük, akkor egyértelmű nekem az átalakulás. Margaret, kedves, milyen bájos hölgyel táncol a férjed. Én a helyedben nagyon féltékeny lennék. Régi jó barátnő, ugye? Nem. Nem? Na hát. Azért a helyetekben mégiscsak elutaznék Hongkongba. Jobb benne. Egy árnyalati túl szép ez a nő. Lenyűgöző hölgy ez a Mrs. Erlin. Csütörtökön Lady Jedburnél ebédel. Jöjjön maga is, drága. Sajnos aznap máshova ígérkeztem. Jaj, de kár. Mr. Dumby! Igen? Nem azt mondta, hogy indult? De igen, viszont látásra kellemes hét közepét. Jó hét, Margaret! Jó hét, kedves! Jó éjszakát! Jó hét, Lady Windermere! Jó éjszakát! Thank you.